A szokásoknak megfelelően a Magyar Sportházában adták át a hónap utánpótlás edzője márciusi díját, az alapító Magyar Edzők Társasága, az utánpótlás sport.hu szerkesztősége és a Porsche Hungária képviselői. A kitüntető cím Kliment László birkózó edzőjé lett. Az ESMTK szakembere azután vehette át az elismerést, hogy tanítványai közül Losonci Dávid arany, Szőke Alex ezüstérmet nyert a bukaresti U23-as Európa-bajnokságon a kötött fogásúak mezőnyében. A mestert többek között Szöul olimpiai bajnoka, Sike András is méltatta. A korábbi szövetségi kapitány annak idején edzője is volt a díjazottnak. Lacinak egész fiatalon lettem az edzője, 10 évig voltam az edzője. Egy nagyon szófogadó, tisztességes versenyzőt ismertem meg benne, nagyon érdekelte a birkózás, nagyon jó volt vele együtt dolgozni, kicsit szomorú is voltam, hogy olyan korán abba adja a birkózást, de aztán láttam, hogy az SMTK-ban is milyen jó munkát végez, és milyen jó edző lett belőle, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy világklasszis tanítványai vannak, és hát remélem, hogy még sok-sok ilyen szintű versenyzőt fog nevelni a magyar birkózásnak. Igazából a napi munkáját nem látom az SMTK-ban, de Tokió olimpia előtt a válogatottban dolgoztunk együtt, ugye a Szőke Alex az ő versenyző volt, és hát nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Technikailag nagyon felkészült, és modern kor szellemének megfelelően készíti a versenyzőket, és minden apró részletet átbeszél a versenyzőkkel, és tényleg látszik, hogy egy nagyon felkészült, motivált edző. A Pest Erzsébetiek 40 esztendős edzője a klubmunkája mellett az U20-as kötött fogású válogatott irányításáért is felel. A múlt év októbere után második alkalommal jelölték a díjra, melyet ezúttal el is nyert. Nagyon örültem ennek a díjnak, mert már ugyebár jelöltek egyszer, akkor is azt gondoltam, hogy esélyes lehetünk erre a megtisztelő hónap utánpótlás edzője díjra, de akkor nem sikerült, most így második nekifutásra azt gondolom, hogy sikerült elnyerni, aminek nagyon örültem természetesen. A sikert sikerre halmozó élversenyzői mellett sem távolodott el a nevelőedzői feladatoktól. Jelenleg is 20-25 fős, 10-11 éves korú gyerekekből álló csoportot vezet. A legfontosabbnak azt tartom, hogy szeressen lejönni, meg kell szeretetni velük a sportot, a birkózást, ami egy elég nehéz dolog a mai világban, mert elég sok dolog eltereli a gyerekeknek a figyelmét. Választhatnának sokkal könnyebb dolgokat, és otthon nyomkodhatnák a számítógépet. De az, hogy napról napra lejönnek ide, mozognak, sportolnak, és szeretnek lejárni, ezt tartom a legfontosabbnak. 2007-ben viszonylag fiatalon, 24 évesen vonult vissza a versenyzéstől, majd rögtön belevágott az edzői karrierbe. A TF-en végeztem 2007-ben, és szerettem volna ezt a szakmát csinálni. Érdekelt is, és motivált is voltam abban, hogy amit nagyjából tudok, azt próbáljam átadni a fiataloknak. Mások mellett Szőke Alex és Losonci Dávid is az első tanítványai közé tartozott, és a két eredményes fiatalnak már több mint egy évtizede az edzője. A szülők és a barátok mellett azt gondolom kell egy olyan edző, aki melletted áll, és tényleg, hogyha esetleg nem úgy megy az edzés, vagy nincs olyan kedved, akkor ő melletted van, esetleg hajlik a terészedre az, hogy na jó, egy kicsit akkor visszaveszünk, de tényleg nagyon-nagyon jó edzőnek tartom. Szakmailag is elég magas szinten van, versenyzőnként is elég jó birkózó volt, de mint edző is elég jó szeme van a birkózáshoz, és tényleg minden apró dolgot, ami esetleg hibát vétünk, akkor ezt meg tudjuk beszélni, és orvosolni tudjuk ezt a szőnyeget. Mindig mondom, hogy nem csak szakmailag és a birkózás részére tud koncentrálnunk ugye rá, hanem a magánéletbe is, hogyha akármilyen probléma vagy esetleg kérdésem adódik, akkor nem csak a szüleim és barátaim fel tudok fordulni, hanem hozzá is, ő segít mindenféle bajban, és próbál egy megoldást mondani. A 23 éves Szőkét 2021-ben Tokióban olimpiai 5. helyhez, majd Oszlóban felnőtt VB ezüsthöz segítette a 97 kilósok között, és tanítványa legutóbb másodikként zárt az U23-as EB-n. Eközben a 22 esztendős Losonci a tavalyi felnőtt VB bronza után nemrégiben megszerezte első világversenyes aranyát, amikor márciusban U23-as Európa-bajnok lett a 87 kilós súlycsoportban.
minden meccs mellett megvolt a taktika, hányosan ezeket be is tudtam tartani, minden meccs mellett megbeszéltük, hogy az adott ellenfél ellen milyen taktikával fogok birkózni, mit csináljak, és hányosannek ugye, hát ez az igazából a döntő előtt volt a legfontosabb, hogy azt a legnehezebb ellenfelem. Előző ellenfeleket hál' Istennek tudtam könnyen abszolválni. Döntően megbeszéltük, hogy mi legyen is a taktika, minden helyzetben megbeszéltük, hogy mit mikor csináljak, és ezt be is tudtam tartani, és így hál' Istennek nyerni is tudtam. Nagyon jó formában érkezett erre az 23-as Európa-bajnokságra. Még igazából a mezőnyt látva sok kellemetlen, ismert versenyző indult a súlyába, de annyira kiemelkedő volt ezen a versenyen fejben, technikailag, taktikailag, hogy miatt annyira különösebben nem aggódtam, hogy bármi történhet a versenyen vele. És hál' Istennek, hogy meg is nyertem zökkenőmentesen. Pedig a tavalyi Európa-bajnokot, világbajnoki ezüstérmes kellett elverni a döntőbe, amit aránylag azt mondom, hogy simán hozott.